Becky. I can fly.
time you died, I was lost and sad. To the voices in my head, I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. Message is seven. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Egy igazán érdekes versenyen nézünk. Nagyon rég versenyeztünk már a Manyikóri versenypályán. De én sem tudom már. Valamint, ha mindig az, akkor az év eddigi legmelegebb napja van, úgyhogy izzasztó versenyre számíthatunk, így is, úgy is. Egy perc van hátra az időmérőig, egy egész jó forduló jött össze Doningtonban. Hogy is volt, egy hatodik vagy hetedik hely az első futam után? Nem, azt hiszem ötödik. Mindegy, második hely is még összejött, elégedett voltam vele. Egész jól megy itt is a Manyikórban. 10 perccel ezelőtt még ott voltam az élbolyba időket tekintetve. Szerintem oda kapcsolok, akkor mindjárt nem így lesz. Gyors bajnoki állás. Hát a negyedik hely reális számomra. Szerintem azért Kis Balázs, Berki Milán, illetve a bajnokságot vezető Tim Gábor, akinek csak egy pont az előnye egyébként. Elég szorosan állnak egymáshoz képest. Hát itt még Cimer Gabi, jó magam, Cseh Tamás, Varga Peti és a többiek. Bum. Na és... 0.3-re vagyok. A csapatástromhoz képest, aki egyébként ugyanazzal a setup-el megy, mint én. Elméletileg. Irány, de tényleg, leföl. Hát valahol odaírják, tudod, hogy soft, meg hard, meg ilyenek. Na, mire érkeztem? Csinált kell egy egységes tapirány cső. Hoi! Se tudják, hogy eljöttek ott valahol. Gumi már egyszer, nem kapott. Nagy a forgalom a box utcában.
Hát nem mondom, hogy fázok. Á. Nem lehet több 30-es fokfelszobát? Ja. Az év eddig legmelegebb napja van állítólag. 3 kéne lehűlés. Jó, hogy ma versenyzünk. Így legalább még életű. Ja. Úgy látszik, hogy nem. Ventilátor magad elé teszed, jön a menetszél. Menetszél az autóban, hát azt azért megnéz. Izinek volt a Sim Racing Girl-nek volt egy olyan. Ó, volt, jó, eldobta valaki. Egyébként itt a ventilátor, az nyomja. Na, Amerika hát ad egy kis szélárnyékot. Csak az olyan szerintem, hogy... Nem csak szélárnyékot fog adni. Be is fog tartani. Fagyás lett volna. Ó, itt viszont berántott nagyon. Ez gyenge. Jó, nagyon gyenge. Hát ez kehetlenül betartott nekem Amerikó. Ez kuka. Ezt nem gondoltam, hogy ennyire utolérem. Ennél jobbat kell hozni. Top 5 kellene. Nehéz. Hoppá! Hello, Bucky. Melyik visszafordító? Hello, the Scorpion? Amiket egyesben veszel? De... Várjál, nézem melyiket veszem egyesben. Jaj, bocs, ó, basz. Hoppá. Ez kettes, de a következő is kettes. Én csak egy helyen veszem egyesbe. Ja, akkor az véletlen volt. Ez kettes. Visszafordító, az nem tudom. Mármint, hogy ez a visszafordító.
mivel nincs delta, így nehéz megmondani. Hop-hop-hop! Ez már jobb idő. Mindenki másban jó. Ebben a kanyarban lehet még javítani szerintem. Jaj! Ó, nagyon szeretem a Rocket League-et. Kemény ez itt, ó. Nem jöttem előrébb. Sokat kaptam a vége. Utolsó szektorban. Ó, tényleg nekem már lehet megvan az 1000 óra ebben. És megnézzük egyesben. Hát kb. Ugyanott van szerintem. Azért kettesben kényelmesebb. Hajj! És az túl chilles nekem. Na, most szélányékot adjál. Gyerünk, Szabi, ez az... Move! Hát, azt hittem, hogy legalább elenged. De nem. Mindegy. Jó, még az időmérő fele megvan. Na, vigyázz! Tudnék még javítani. Nézzük, mi az állás. Tim Gábor vezet, Berki, Kis, Cseh, Cimmer, aztán jó magam. Mm-hmm.
Hát mi ját nyomunk. Haverokkal és közben beszélgetünk. Ez szép volt. Ingábor Magyarországba. Te 13 helennyel kezdeni, nem jó. Ja, azt meg a cseded is olvasom, látod? Ja, hát egész más habitust igényel. Ha belemerülök, akkor nem figyelek sajnos. Most ide mérő, ráérek versenyen, már annyira nem fogok. Sőt, már 140 ezredre van előttem. Ben, köszi, hogy benéztél, szia! The Scorpion! Hetedik, ki jött még be elém? Varga, baszki! Ez így már cinkes, hetedik hely. Nem tapad be eléggé. Jó volt a kigyorsítás így egyesből. Úristen. Elrontottam.
Mögöttem lévő, 2 tizedre. Sokat, sokat kellene javítanom. A negyedik helyhez már 4 tizedet. Pfú. Ez gáz. Nyolcadik csak. Hú, ez ki. Bospik. Ennél szarabbul nem tudtál volna elengedni. Nem. Bocs. Elképesztő javítás. Utolsó kör. Most nagyon félénken vettem be. Dobtam, azt így csak 8. hely. Az igen. Ó, még 83 000-et kellett volna javítani. Hát ez nagyon rossz időmérő. Grat. Grat. Úristen, Berki Milán végül csak bezsebelte. Juhu, az első 3. 42 000-et, 59 000-et. 22 liter, megüvön elég.
Baszki, 59 ezreden van belőle az első három. Karrier. Szép crash lesz. Grat. Grat. Fél 6-7-8 se rossz egyébként. Jani, ugyanazzal mész? Ne, valami nem jó. Nem annyira jó. Egy faszom tudja, ma mindent állítottam, de én ezt nem érzem. Hát, rá kell érezni. Hány nyitjó kell? Elvileg 22-től elég lesz. Felvezetőstől. 3. És akkor radiátor 50? Hát ugye minél kisebb a radiátor, annál nagyobb a hűtés. Jó. 10 perc warm-up? Valahogy a rajtot kellene megnézni, mert Freak az új rajtól. Rájönnék, hogy hogy. Egy-két helyet simán előrébb tudnék jönni. Bill. De hogy csinálhatja? De jó, hogy pont így süt a nap. Fehér csíkon lehet menni az egyenesbe. Hát kuplungolva kicsit jobb, de minimálisan. Vakítám a pálya. Hány futam lesz? 2. 2. 2x25 perc. És ha igazán vagány vagy, akkor box kiállással. Baszki, esküszöm, ide is kéne valamilyen Venturi csatorna, vagy nem tudom milyen faszom, mert éppen 30 fok van, 20.
Nem, nem történik. Be. Neked is szép estét. Lassan jön két verseny, úgyhogy még időben vagy. 8. helyre kvalifikáltam magam az elsőre. Ez elég gáz. Úgy legyen. Hirtelen megy el a háta. Hol? Ennek a szarnak. Kiszen? De hol? A visszafordítóba. Hát már megszűnik a aero és csak a tapadás marad a izé mechanikai. Valószínűleg nem jó van beállítva a kocsi. Majd megfejlít egy kor. A izét, azt a hülye rugót kemény is. Maxon van. Jobbat nem tudok. Hoppá. Ne telefonozzanak, na ne telefonozzatok és vezessetek egyszerre. Húzom rá ilyen korán. De hát ha lesz kakaskodás, profitálok belőle. Meg lehet látni valakit, de hát szélányéba vagy. Nem tudom. Nehéz, nehéz. Re. 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 23 liter elég? Elég. Mm-hmm.
kalkuláció. 25 perc szorozva 60-nal, osztva 90-nel. Az... Jó. 25 szer 60. Osztva 90-nel. 17, 18, hát én még azért raknék akkor rá. Biztos, ami biztos. Így. Na várj, ez meg a mások. Hogy 23 liter. Tökéletes. Na. Ígyunk, az fontos. Na. Na go. Hűtő jó. Megjöntem a mai részt és kirepültem a pályáról. 20 perces a futam. Köszönöm. Köszi Dani. Egyeket árulhatnék. Körülbelül 30 fokkal bejövök. Nálunk feltámadt a szél. Úgy fúj, mint az állat. Ki is van nyitva minden ablak. 5 perc alatt. Nálam is csak... Akartam mondani, hogy kapcsolj le a ventilet. Nem. De hol laksz? Tessék? Hol laksz? Győrtől még 40 km. Csorna felé. Óvás felé. Megy a mi? Marán fúj a szél. Óvás hely. Jaj, Jani. Óvár. 5 perc, hogy főszámolt, mint az állat. Jaj, hát nem tudom. Legalább ez a 8. hely legyen meg, akkor a következő verseny első helyről indulok, de ez így csak jó lenne előre jönni. Nem tudom. Vagy egy nagy időmérő menő. Most egész rendben van a pálya, az előbb alig láttam valamit. Ja, ez késő délután van. Reggel. Pedig a kisebb kategóriásoknak előfordul ez sokszor. Na Jani, ma este nem a sztár kategória. Majd verseny után kiderül. Na, jó szórakozás, jó szurkolást. Szerintem kicsikét, hogy... gurul. Peti érdekesen állt be. Na? Thank you.
Ezt jól behúzta oda. Jó, oké? Összetapadtunk, basszus. Ja. Na most itt mi lesz? Baszki, hányan voltatok itt? Mi volt ennek a versenynek már annyi? De marhára nem itt kéne lennem. Hova? Szép. Szép. Hát az mi? Vissza kell kapaszkodnom a 8-ra. Van forított rajtrács? Van. Mi alapján? Verseny. Első 8. Első hány fordul? 8. Hülye helyeken érem utol őket.
Jó, oké. Okay. Tudik már messze van. Kényszerítettük. Most vissza fog jönni. Az nekem is tetszett. Rájön nem akarja bedobni. Messze van. Na. Old Man-nél akadtam össze az elején. Nézzük, hogy utolérre-e. Jó, minimális. Hát nem kiütöttük. Vagy mögöttem volt? Nem figyeltem. Hát az már az ő dolguk. Legalább lemaradnak rólam. Jó, előttünk. Na, csehetre jövünk föl. Ez szép. Megesik az ilyesmi. Remélhetőleg Old Man utoléri majd Cseh Tamást, és akkor felérek rájuk. Thank you.
percre tudom csak megmondani. Még 14 perc van hátra. Az kevesebb, mint 14 kör. Ja, az az üzemanyagra vonatkozik a 14. Annyira elegendő van még. Közeledünk. Hoppá! Annyi van a tankban. Na, ez már szélárnyék, nagyon jó. Bakker! Hoppá! Mi történt? Százas tábla! Hol fékeze? Hát a tök mindegy, hogy én hol fékezek, ne gyere belé! Nem akartam a fékét teli basz! Fészt aztán észled el szerintem. Kevés. Nem jó. Ez baj, már ő is kap szélárnyékot. De itt az ötödik helyen el leszünk. Az ötödik helyért. Köszönöm, hogy nyomsz a 11 hónapot. Elolvasom, ígérem. Csak csata van. Chat. Nagyon rájöttünk. Na, Olmen, tudni megpróbálja. Na, gyerekek, készítsétek a popcornt! Na? Ó, még nem. Korainak ítélte. Tim Gábor, hoppá! Mi történik még itt?
Kezd meleg lenni a helyzet. Hopp, 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 hopp. Hopp, megcsúszott. Most valaki előzni fog szerintem. Valaki előzni fog, figyeljétek meg. Hopp! Hogy megmondtam? Hogy megmondtam? Hoppám, összeértünk. Hol már figyelni kell. Hopp, csert! Jó, én belül maradok. Baszki! Hoppá! Az van, nem én voltam. Valaki elkessed? Kívülről. Vicces. Még 5 perc. Izgi. Hogy veszi? Hmm.
F1 tanulhatna tőletek. Na most úgy voltam, hogy nem megyek hozzá olyan közel, de most meg jól vette. Elfelejtettem felvenni, igazad van. Jó, jó. Jó, hogy mondod. Mert azért érzem, sajnos. Jó, benyomtam a ventilátort, szóval kicsit jobb a helyzet. Két verseny között felveszem. Valamit ki kéne találni. Ellene. Hát az már... Gyeri. Én löktelek, Jani? Nem, megcsúsztam. Próbáltam az helyet hagyni. Nem sokat. Hát volt kontakt, de az utána történt a pördülés. Ki? Ja, van vége a versenynek. Te hány százalékotok maradt el? Ezt a csicska tud bazzi. Borzasztó az a mod. Dehogy is. Hát nem tudom, nekem nagyon nem tetszik. Mennyi kellett volna még? De előrébb léptem. Ugye elkapjam? Aha. Hát... Ugye... Én adtam volna magamnak még egy kört, hogy ténylegesen ott legyek. Talán az egyenes végére már ott lettem volna a nyakám. Pont a szélárnyék közelségben már ott voltam. Hány százalékod maradt, Jani? Ú, nem néztem meg.
Nekem 69-ból előtt. Na majdnem, egy ilyen már több, mint az előző munkahelyen eltöltött idő. Nem, mert hallgattam ilyen lassú, 72. Hát itt, ez is a munkahelyed, admin. Nagyon nem volt tapadás. Moderátor, bocsánat. Jó volt. Ah, Phil. Én is elmegyek egy rövid szünetre. Addig tartsatok ki. Felfrissítem magamat. Nincs meg a tempó, menjél gyorsan. Hát nekem meg 41% gumi maradt a végén. Blokkoltál fő. Micsoda? Blokkoltál féktávon végén. Pedig elég jól mentem mögötted, aztán egyszer elfékeztem, aztán vége. Ondanatok ezzel aztán lő. Tizenkettedik lettem. Ha! Nem meg kilett. Hát elmegyek veled, akkor jó lett volna, de hát nem tudtam. Elkapott a gumi. Ahhoz képest a gyári mód, szerintem az nagyon gyér. Szerintem jó. Nektek ott az elején mennyi gumidok maradt? 60... Zimmer gumi... 65? 3? Valahogy így. Az hogy a faszba basszus? Ja, bocs. Mert neked mennyi van? Hát 41. Valószínű a gyors, jobbos kanyarba nyírtad. Hát volna végén egy ócsata is, nem kicsi. De nem marad volna több. Csak csinálod? Jövök vissza, kilépett a játék. Jó. Nekem is megvált. Már újra indult? Uh-huh. Hát nekem még semmit nem csinál. Mare! Mire? Rakjam warm-upra vagy? Nem kell. Engem is kidobott. Jaj. És meg nem tudom már visszajönni. Három ember hiányzik. Mi csak most jövök, lassan. Ja. Ha sikerül. Itt vagyok.
Meg is érkeztem. Na re. Re? Re. De hülyén összeakadtunk. Hihetetlen. Ja. Másodjár is. Hoho. Talán meg egy centivel mértem el, azt nem tudom mennyire láttad a visszapillantóból. Nem tudom, mi történt. Nem túl sok kanyar kijelentő és fal, de egy, tényleg, amit mondom, hogy egy centi. Mármi megpörögtél, vagy neki mentél? Neki mentem. Ki hamar gyorsítottam. Hát ott a teszélernyékod az egy picivel, ugye ott nem fordult úgy az autó, mint számítottam, de... És mondom, hogy egy-két centivel letettem az első szárnyat, meg a kereket. Az fajn. De egyébként addig jó volt. Jó. Ahogy közeltem a csátra, úgy közeledtél rám. Felhúlt az orrú. Na. Jó, rajt jó. Harmadik helyről indulok. Nem lenne rossz egy dobogót bemákolni. Várja. Hűtők jók. Igen. Igen, nem. Ez hármas. Egyébként másodjára nem számítottam, hogy ott még mellettem vagy. Mármint, hogy ott úgy beestem, pedig nem tehát egyenesen kellett volna tovább tartanom, hogy biztos kivezessenek. Hanyadik lettél, Gabi? Válaszol. Re. Re. Hoppá. Re. Mi volt, Gabi, eldobtad? Hát nem tudom, hogy ott mi volt. Hittem, amikor a Gabi nekem jön, ott jött, ott kék lett az izé bal hátulja, aztán azért forogtam meg. De amúgy is egy szar volt az egész. Hát, előbb is megforoghattál volna. Hogy előbb? Ja? Nem sabd el a paszt akkor. Family content. De jó, parfüm. Haj korona. Jó ez. Szerintem is tök jó. Jobb, mint ami volt elsőre. Igen, igen. Jajjó. Mi elsőre még ennél is szarabb volt? Hát ott... kicsit túlnyősek voltak az autó. Szélelnyék volt, nem tudtál semmit sem. Hát meg azért ott is olyan konyar sebességed volt, ami... Hagyjuk. Glória. Én 2 másodperccel lassabb voltam körön kb. Ungarni, és mégis feltartott. Ugye Gabit nem merően kilökött, vagy hát... ...tökött, de amúgy több is szépen jött. Ott föl lehet. Ezzel jót lehet csatázni szerintem. Ja, ez mondjuk bírja egyébként az ilyen kis öciket. Ha nem akarsz össze. Nem tudom, elfogy a tapadások kb. A verseny egyharmadán. Ja. Én is azzal szenvedtem amúgy. Mi volt neked a baj? Első tapadásom teljes. Azt, én értem, de mi lett rá megoldás? Hát nincs megoldás. Mi, hogy most szenvedtél azzal? Most, igen. Ja, hogy most? Hát a vége lett a versenynek. Nem tudom, csicska ez a kocsi. Csics kocsi? Én is csicska vagyok, nem tudom beállítani. Jó, nem nyer vele, akkor már egyből. Gyász, szaramód, kúr... Vezeti a bajnokságot! Már nem. Már az időmérő után se vezettem. Hát ez szomorú. Hát neked annyira nem, de nekem igen. Nem, én tapostam a fékbe. Meg akartam nézni a rajtot még egyszer. Már itt is csak harmadik vagyok, mint a valóságban. Nekem ez jutott. Csözzel.
De sajnálok. Mindenki más vár el magától. Örülök, nem kapok kört. Jern veled, mi a faszom? Ferrari is majdnem kört kapott, úgyhogy... Mit? Kaptam egy stop and go-t a buzi. Azt én értem, de akkor sem az ideális íve mennyi. Jó, de be kell tájtanom, hogy ki tudjak jönni. Szépen letöltöm, bár szerintem kaptam még 10-et. Albon gyorsabb lesz, mint Gasly. Biztos. Csinálnék, hogy milyen lehet az átállás ilyenkor. Hip-hop. Ugye épp egy pontszerző autóból egy futamgyőztes autóba. Hát figyelj, Verstappen kapásban nyert vele. Albonnak akkor ez a mérce, nem? Szerintem az Albon jobb lesz. Jobb lesz. Szerintem nem. Nem? Szerintem sem. Itt a Verstappen túl jó. És olyan sok kategóriákban semmit csinál. Én egyébként nem tudom felfogni, hogy miért nem a Fiatot. Csak azért, hogy igazuk legyen, hogy annó kitették onnan, akkor nehogy már visszaüljön. Azért az elég gáz lenne, nem? Ő rájuk nézve. Hát figyelj, de biztos most... pilótát visszahívnak, második csapatban majd előléptetik. Aztán hát... majd megint kirúgják. Egyrészt végül, másrésztről meg... Amit a Weber is írt, hogy az a cél, hogy a Ferrarit elkapják, akkor sokkal biztosabb egy olyan pilótát felhozni, akiről tudod, hogy Ricardo-nál lassabb volt, de nem jelentősen, meg hozott dobogót. Vérszemet kapna azt ott a Verstappennel majd. Menne a torpedó. Ez a csapat annyira Verstappenre van most építve, hogy... Na persze, ez egyetlen. Hát de nem véletlenül. Nem véletlenül, csak én azt mondom, hogy pont emiatt így kitárnak fel, hogy kellett venni Verstappen. Ez is 20... igen. Minden ugyanaz. A helyzet közben. Science-ot kúrták el, hogy elengedték. Ja. Hát de nem volt hely neki. Hát ez az. Sajnálom, megelőzném Fodornak az első... Nem volt hely, a Red Bull-ban. Visszafordítónál, akkor lenne esélyem bármire. Látjuk, hogy nem vágyd be. Igazán oda is sem. Ja, mert csak kölcsönbe volt. Köszi. De nem a Norbit rajtoltam le. Ja, jó, oké, fordítottam. De, igen. Na hát, ha. Köszönöm a biztatásokat. Most miért ilyen arra egy rács? Folytott rajta. Ja, mindenki? Első 8. Hát nem, mert én az előbb 16 voltam, most már 12. Időmérőn vagy versenyen? Időmérőn voltam 16. Pedig vagy a verseny alapján, csonyan alapján meg. Ja, jó. Mindig. Cool guy, jó, de régi. De hát... kicsit árnyékosabb volt, tök jól látszott, hogy ide is így. Na most viszont nekem elmosódik. Vagy Tim Gábor, az a helyem. Nekem jó. Ő veszélyes. Igen. Csak. Van az. Különösen. Akkor lehet azért, mert full lovon vagyok. Lehet. Bossza mindent. Kanyarok közepén egy kicsit elmosódik, ahogy rásít a fény, de egyébként jó. Kanyar közepén már ne nézegesd az írat, kész. Vagy rajta már. Vagyok már, vagy nem. Tehát, hogy így... Ha ott keresed, az már rossz. Na. Ki? Ó, valaki megforgott. Jelen, te hanyadik lettél? Utolsó. Előkelő utolsó hely.
Te végig mentél, vagy ja, kiléptél? Nem, hát kiléptem, ezt felposztam magam. Persze. Jó, kibasztak, aztán meg összeakadtam valakivel. Aztán mondtam, hogy ebből elég. Na gyerünk. Jó szórakozás, jó szurkolást. Az, valaki ott nagyon kilőtt a csúszdiból. Hova? Ez volt Tim Gábor. Ki volt ez? Bocsi, én voltam. Úcsöd, azt a ruhat! Hát mit csinálják? Gabi vannak előttem 5 millióan. A szép frik. Hú, bazzeg! Persze, én szoptam be. Gábor. Ó. Oh. Hát ez melyik volt? Ez Csebben Norbival, háromszor lögtétek ki egymást. Basz. Hú, sokkal később féket. Jó, van dráma. Ez egy negyedik hely maximum szerintem. Jobbat nem igazán tudok elképzelni. Mert Tim Gabi is. Értem, miért meg akart lepni, de... ma. Feltartja egy kicsikét. Fodor Gabi, de laggoltál. Jé, bassza. Lemásolt valaki Imre. Éppen, hogy elment a... Maringa Tamás, nagyon durván lagolsz. Norbi nagyon elrepült.
nincs egyforma autók ezek. Na, ott elveszi, vagy mi lesz? Ajjajjajjajjajjajj! Tűnt el. Ez mi a faszó, gyerek? Ki volt ez? Wow. Baszki. Ó, basszus! Hát egyszer sem rontottam még így el, szerintem. Jaj, menj már! Tartsam fel egy kicsit. Jobban jött itt tehát megint. Na. Hülye. Ne nekem! Hát ez. Ne! Oh, de miért jössz? Bocs. Azt hittem elmentek. Most ahogy jön. De én bán volt, tehát Gordonra néztem, elment mindenki, aztán jött. Úgy nincs szárnyat hátul. Én még rá is készültem, hogy elvettem, hogy veszélyen. Az kellett volna, hogy megyek padlógázom, mert akkor lehet, hogy mögötted első. Akkor elmentél volna hátul, mert száj volt elvennem. Talán. Azt hittem, hogy nincs több. Maximum az lehet, hogy a Milán most megtámadja. Az igen, ötödik a roli. De jó volt, megálltam a fal előtt, mondom, épek, hogy erre belé csúsztak. Nem jó. Mindegy, ez további jó verseny, sziasztok! Cső! Hello! Azt, ami majdnem kimentem. Na, jár, utolsóról, ez szép. Egyelőre Milán nem annyira közeledik. Ah, meg Team Gabira lehet, hogy feljövünk majd. Team Gabi panaszkodott rá, hogy az ő gumiabroncsai kezdenek elkopni verseny egy harmadánál.
Jó, egy lepattanó harmadik helyre, gyerünk! Még nem olyan vészes. Most szépen át tudtam rakni. Még 12 perc, 14 perc van hátra. Ó, tényleg közeledünk rá, ez tetszik. Most csak 2,5 tizeddel van elmaradva a leggyorsabb köröm. Mistől? Leggyorsabbtól. Szerintem kb. Egyforma távolságban lehetünk egymástól, ez a 2,5 másodperc. Még 10 perc.
Jaj. Itt túl messze leszek. Hát, még nincs is olyan közel hozzá. Már csak vége autózás lesz, még Frikeire közelebb van. Na, meg így is 1,2-re követi. Jó magam, ó, 8 másodperc vagyok, hát ez esélytelen. Ezt elengedtük, be kell hozni szépen az autót, negyedik helyen. Másodpercen belül már lesz ott csata. Na, ott vannak. Maximum annyira lassú igyekeimest, hogy Milán esetleg felér, de már nincs sok átra a versenyből, úgyhogy kétlem. Perc. 3 tized van köztük.
maradni. Újból 2 tized van köztük. Ó, nagyon követi. Hosszú egyenes végén a visszafordítóban menet már lehet, hogy lesz akció. Hello, free penalties. Mi lett veled? Itt voltál, nem? Ha jól láttam. Ó. Az utolsó? A sikán? Az fajn. Nagyon. 1 tizedre Tim és Kis. Na majd legközelebb. Hopp, hopp, már ott van valami. Pillanatra előrébb volt Kis Balázs. Ennyi izgalom jutott nekem erre a versenyre. 3 tized, 2 tized köztük. Jó szélelnyékkal támadhat. Na nézzük. Most ellóghatott. 4 tized van köztük. Már féktávon vannak. Tim továbbra is előrébb. Meg már fékezgetem el a gumit. Régebben jobban ment. Nekem is. Na mi lesz ezekkel? 2 tized közöttük. Ez még összeütköznek és 10 másodperce vannak előttem. Továbbra is Tim Gábor elől. És ez lesz az utolsó kör? Bazd meg! Hoppá! Ja. Mi történt? Chicken? Ijj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 j
minket. Utolsó körbe. Hányadik helyről? Ez. Hülye. Ne, ennyire hülye nem. De. Jaj, kívül rád! Ja, nincs első szárnya. Menjél, menjél! Na jó, na én úgy levédem ezt a belsőt. Hát ez ma nem az én napom. Örülj neki, hogy túlélted. Hát úgy, hogy leszakadt az első szárnyam, meg... Jó, Milán ott marad. Most biztos nem fog kitörni a se... Yeah.
az igazi hülye címét megkaptad. Gól, bazd! Pedig jó csata volt. Beraktam üresbe. Azt a mindent. Értem. Bocs. Köszi. Én meg nem fordultam el abban a sikába. És kívülről... Mindegy. Mi nem, fennragadt. Ő se tudta szerintem, hogy le van törve az első szemben. Faszki. Mit akarsz, meg egy is negyedik lettél? Hát jó, én értem, csak el tudom lenni. Ja. Nem biztos, hogy meg lett volna, de legalább az esély ott lett. Nem tudom. Na mindegy, szopja le magát. Gábor felháborodott. Mi volt ott veletek, Freak? Fodor Gabival? Most nézem. Bátrak voltunk. Jó van, nekem lépnem kell, ciao. Én ennél több helyet nem tudok ott hagyni. Megszöbrem a káröröm pontosan. Itt kellett lennem. Na jó, jó éjszakát nektek, sziasztok. Amúgy ahogy nézem, összeakadt a két kerék. Várj, ezt vissza kell néznem. Ha még tudom. Gyorsan. Megszöbrem a söröm. Addigra már átrakjak szerintem. Egyszerűbb lenne a replaybe visszamenni. Kell küldenem. Ez igen. Utána még olyan visszajött, meg a Szabolcsal is összeakadt. Kicsoda? Fodor Gabi. Hát engem úgy kitett valaki a 8. helyről, de szart. Most megnézem mindjárt. Igen, azaz. Fodor Gabi. Hát basszus. 8. helyről utolsó lett. Ott, szépen beragad mögé. Hopp, én meg akkor úgy gondolom, hogy akkor kívül. Mit? Mert én nem volt itt. Én szóltam az első körben valakit meglöptem, nem tudom ki volt. Ki vagy te? Pintér. Akkor nem engem. Meg a Marinka Tamás. That's it! Ja, első futam, hogy engem is telik. Hogy örüljek valaminek? De úgy, hogy közel nem volt a féktárhoz. Nem mindegy, nem baj. Ezt nevezem. De ez az időről, 8. hol kicsúszott, visszajött. Utól mögöttem ezt, csak azt hettem észre, hogy röpülök. Hát zsajcok, ez volt a Formula 3-as manikúri verseny hétvége, vagy hétköznap, ki hogy nevezi. Sikeres volt, azt kell mondanom. Köszönöm szépen a figyelmet nektek. Egy hét múlva találkozunk DTM záró futammal. Hol is lesz? Elfelejtettem. Valami, nem is tudom. Mexikó, hát ez tipikus DTM szezonzáró. Tartsatok akkor is velem, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm a subscribe-ot 11. hónapot Omniusnak. És mindenkinek, aki itt volt, írt és élvezte a versenyt. Szép hetet nektek, sziasztok! Juhuu! We'll be right back.